ritkán van, hogy a liberálisokkal tart az együtt közös sajtótájékoztatót, de Pécsett ennek van hagyománya, hogy együtt szervezünk rendezvényeket, nekünk ugye Bályás volt, látogatása kapcsán volt egy olyan akció, ami azt gondolom, hogy emlékezetes volt, ma is egy ilyenre készülünk. Két fontos dolog történik ma, illetve történt tegnap Pécsett, az egyik az, hogy kiderült Csizi Péter egyik interjújából, hogy lényegében gyámság alá helyezte a Fidesz-KDNP Bába Zsoltot, és hát azt tudjuk, hogy olyan 24 milliárd magasságában van, legalábbis én biztos forrásból ezt az információt kaptam, ma Pécsnek a mínusza, és hát látszik az, hogy sem a Fidesz, sem Orbán Viktor nem támogatja őt ebben az egész polgármesteri pozícióban. Szerintünk és az együtt álláspontja szerint legfontosabb az az, hogy Páva Zsolt mondjon le, hiszen egyrészt ez a jelenlegi állapot nem legitim, nem felel meg sem az önkormányzati törvénynek, sem pedig a pécsi választók akaratának. Másrészt pedig, ha már itt van Orbán Viktor ma, akkor mondja el a véleményét arról, hogy mi a helyzet itt, és a kormány milyen módon tud segíteni ezen a városon. Az látszott az elmúlt 8 évben is, amióta Páva Zsolt, illetve a Fidesz vezeti ezt a várost, hogy Pécs az egyik legnagyobb lecsúszását élte meg az elmúlt 27 évben, hiszen Pécs az egyik legnagyobb vesztese egyrészt az egyetemi átalakításnak, különösen tragikus ezt kimondani ma a 650 éves évfordulón. Másrészt pedig azt látjuk, hogy Pécs a legutolsó a megyei jogú városok rangsorában, Dél-Dunántúl pedig az egyik legszegényebb térség az Európai Unióban. Nem lehet már elmúlt 8 évezni, illetve most lehet azt mondani, hogy az elmúlt 8 évnek az eredménye ez. Nagyban az elmúlt 8 év eredményére tegyük hozzá, hogy a korábbi kormányok és a korábbi városvezetés is tett ezért. Az együtt ebben egy markáns változást tervez, szerintünk a legfontosabb az az, hogy az egyetem és a város közötti összhang újra meglegyen, és az a város a kreatív iparára és egyéb más potenciájára, környezetére, kulturális hátterére építve tudjon egy újfajta gazdaságfejlesztést vinni, és meg tudjon újulni. Ez látszik, hogy ezzel a városvezetéssel nem fog működni, és látszik, hogy a Fidesz-szel sem fog működni, hiszen nem vagyunk Székesfehérvár, nem vagyunk egy olyan város, ami Orbán Viktornak fontos lenne, ebből látszik az a tragédia, ami kibontakozott, különösen tegnap, illetve folytatódik valószínűleg a mai napon is. Átadom a szót Ágoson Andrának, a liberálisok pécsi elnökének. Köszönöm, én még sarkosabban fogalmaznék, tehát ne csak Páva Zsolt mondjon le, hanem Orbán Viktor is mondjon le. Tulajdonképpen ebben az egész katyfaszban, amiben most vagyunk, úgy gondolom, hogy a Fidesz Jóskán benne van. Egy buta, rossz indulatú, olyan hatalomkormányoz, aki a polgárinak a magánéletébe belenyúl, ugyanakkor az alapvető jogainkat sem tart a tiszteletben. Most ez a legutóbbi lépés, ez a pucs, ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy egy abszolút törvénytelen lépés történik. Nem szeretjük Páva Zsoltot, de ez mégiscsak sok. Tehát azt gondolom, hogy a város lakói, akik eddig szimpatizáltak vele, meg több olyan ellenzéki, aki ugyan nem szeretjük, de magát az eljárás sem szeretjük, ez a sötét 50-es éveket idézi. Már most felszólítom azokat, akiknek nem tetszik ez a dolog, hogy meg fogjuk szervezni azt a demonstrációt, amiben ezt elítéljük. Egyébként minden más dolgot kikerülve, és most nem szeretnék belemenni az elrontott kormányzásba, nem szeretném ismételni azt, amit olyan sok ellenzéki párt elmondott már, hogy ugye az oktatás, az egészségügy. Készültem két szép orosz mondattal, mert talán a kormányfő előbb megérti, mint magyarul. Viktor Orbán, vi pradali našu rodinu Putinu, Vengri uže mnogie nelubiat vas. Azt jelenti, hogy Orbán Viktor, ő leadta a hazánkat Putinnak, nagyon sokan már nem szeretik Putinnak. Tavarisika nyelc. Köszönjük szépen.